A Táncé volt a főszerep a hétvégén a Kanizsa Arénában. A 11. Eraklin kupán több mint 150 páros vett részt a különböző egyesületekből. A táncverseny az évek alatt egyre nagyobb rangot vívott ki magának. A D-kategóriás országos bajnokságra tucatnyi egyesület nevezett. Akadt olyan kiírás, amelyben annyi páros vett részt, hogy a szokásos középdöntők, elődöntők, illetve finálé mellett selejtezőt is kellett rendezni. 2010-ben csináltuk az első Eraklin kupát, tehát mondhatni azt, hogy most már 12. éve. Hát sajnos ugye volt, amikor meg kellett szakítanunk az ismert helyzetek miatt. Ahhoz képest, hogy kezdtük egy klubközi versennyel, és ma egy országos bajnokságot rendezünk, úgy gondolom azért ez eléggé mutatja azt, hogy milyen magasan emelkedett a színvonala, hogy a Táncsport Szövetségtől elnyertünk egy ilyen nívós versenynek, tehát egy országos bajnokságnak a rendezési jogát. A résztvevők standard és latin táncokban mérték össze tudásukat a nap során. A megmérettetésre összesen 10 korosztályban lehetett nevezni, a gyermekkorosztálytól egészen a 65 év felettiek korcsoportjáig. A stábunknak nyilatkozó ifjú táncosok már 4 éve alkotnak egy párost a parketten, és komoly céllal vágtak neki a versenynek. Jó lenne, már még nem nyertünk, de már másodikak, harmadikak már voltunk. És te is győzni szeretnél gondolni? Hogy... Szeretnék első lenni már sok éve, de még nem sikerült. A közönség összesen 155 páros küzdelmeit láthatta a Kanizsa Arénában. Az Eraklin táncosai közül német Áron és németné Vörös Elina duója első helyezést ért el a latin táncosok szenior 1-es korcsoportjának bajnokságán. A finálékkal azonban nem ért véget a hétvégi táncprogram, mivel vasárnap a Cséplő Dániel emlékversenyt rendezték a sportcsarnokban.